Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Felújítás és bővítés. Modern ellátó központ épül Bátaszéken. Jégkármentesítő rendszer. Tolna vármegyében 37 generátor működik. Vidékbajnokság. Kajakkenu verseny Faddomboriban. Kemenc 50. Programajánló. A Bátaszéki Gondozási Központ nappali intézményének költöznie kell, bárcsak ideiglenesen, ugyanis bővíteni és korszerűsíteni fogják az épületet. A mostani javítgatott, foltozgatott házat már régóta szeretné a város felújítani. Ez a Vörösmarty utcai utcafront, és ez az épület, ami megmarad a jelenlegi épületállományból, és ezt az elalakú épületrészt fogjuk most hozzáépíteni. Bozsolik Róbert, a város polgármestere mutatta meg a gondozási központtal kapcsolatos terveket, elképzeléseket. Sikeres pályázatnak köszönhetően történik a renoválás. Két ütemben mintegy 638 millió forintnyi Európai Uniós támogatást kaptunk ennek a létesítménynek a létrehozására. Ugye azért kellett két ütembe pályázatot benyújtani, mert egy ütemben maximum 400 millió forint összegű pályázatot lehetett igénybe venni, viszont a bekerülési költség ennek a létesítménynek meghaladta ezt az összeget. Az elnyert pályázat után elkezdtük az előkészítő feladatokat. Ebben segítségünkre volt a Vármegyei Önkormányzat azzal, hogy ő is még egy top pályázatból a tervezési feladatokat át tudta vállalni az önkormányzattól. Ezek a tervezések gyakorlatilag a befejezési stádiumban vannak. Rendelkezünk már azokkal a tervanyagokkal, amelyek néhány héten belül engedélyezési eljárásban fognak részt venni. Szándékuk szerint 2025 év végére fog a létesítmény elkészülni. Azt gondolom, hogy bár egy kicsit feszítettnek tűnik ez az ütemterv, de végrehajtható, és 2026-ban már új helyén lehet a szolgáltatást igénybe venni. Az építkezéssel megteremtjük annak a lehetőségét, hogy továbbiakban is 30 fő nappali ellátásban részesülő gondozottat tudjunk befogadni és ellátni, és mellette 10 fő demens ellátásnak a feltételei is rendelkezésre fognak állni. Egy nagyon korszerű, a 21. századnak megfelelő épület fog megvalósulni, amelyre napelemek is kerülnek. Az építkezés ideje alatt pedig megoldandó feladat az ellátás áthelyezése. A város már döntött arról, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház egy részét át fogja építeni és át fogja alakítani olyan formában, hogy alkalmas legyen nappali ellátási feladatoknak az ellátására. Erre is az egyeztetések már folynak, és az építkezéseket valamikor október végén meg fogjuk tenni, hiszen mikor megkezdődik majd a kivitelezés, addigra ezt a szolgáltatást át kell ide telepíteni, és ebben is a döntések úgymond megvannak, és reményeink szerint mintegy egy éves időtartamra, ugye említettem, 2025 év végéig ideiglenesen ezen a helyszínen fogjuk majd a nappali ellátást elvégezni. Egy harmonikus környezetű, modern komplexum lesz az új gondozási központ, amiben a város reméli, hogy ellátók és ellátottak is örömüket lelik majd. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2018 óta működteti az országos jégkármérséklő rendszert. Sok milliárd forint mezőgazdasági kárt előz meg, és a lakossági károkat is hasonló mértékben csökkenti. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke ismertette a jégmentesítő rendszer szükségességét. A jégkármérséklésnek a lényege az tulajdonképpen az, hogy a talajgenerátorokkal nagyon sok ezüst jodid kristályt juttatunk föl a felhőzetbe. Ez az ezüst jodid kristály, ez nagyon hasonlít a jégkristályra, és ez összegyűjti tulajdonképpen a körülötte lévő túlhűlt vízcseppeket. És így nem néhány nagy jégszem, hanem rengeteg kis jégszem keletkezik, ami tulajdonképpen a föld felé el is olvadhat, vagy sokkal kisebb borsó nagyságú, vagy még kisebb jégszemek formájában hullik a földre. A védelemmel részesülő területeken a jég által okozott veszteség elenyésző. Az idei nyár elejé zivatarok, szupercellák jellemezték az időjárást szerte az országban. Június hónapra az volt a jellemző, hogy szinte az egész évben a legviharosabb és leghektikusabb időjárást éltük most meg június hónap folyamán.
hat nagyon-nagyon viharos nap volt, ez a június eleje és a június közepére volt jellemző. Tolna vármegyében 3 ilyen viharos és jégesővel tarkított napot éltünk meg. Országosan 980 generátor működik, amelyből 37 a megyében, amelynek átlagosan 65 órát működtek június hónapban. A Borsó nagyságú jég 3 alkalommal okozott kárt, amely legfőképp a repcetáblákat érintette. 270 hektáron keletkezett jégkár, 59 hektáron pedig a vihar okozott gondot. A július 10-én tartott szekszárdi rendkívüli közgyűlésnek két fontos napi rendi pontja volt. Egyrészt a korábban elfogadott költségvetés került terítékre, aminél változás jött létre. Bevételek növelték a város kasszáját, emiatt igazítás történt a mostani rendeletben. A másik téma a szekszárdi óvoda, bölcsöde és mini bölcsöde alapító okiratának módosítása volt. Igazából egy technikai módosítást kellett elvégezni, ugyanis bizonyos jogszabályi változások miatt Magyarországon valamennyi közintézménynek, így óvodáknak, bölcsödéknek is immáron saját névvel kell rendelkeznie, ezért az alapító okiratba egy pontos elnevezése is született a szekszárdi óvodának és bölcsödének. Az elmúlt időszakban az óvodáinkat tekintve több átszervezés, illetve racionalizálás történt. Ez most ilyen szempontból csak egy technikai jellegű módosítás volt, melyet örömünkre a közgyűlés egyhangulag megszavazott. Többek közt Filóné Ferenc Ibolya bonyhádi polgármester kezdeményezésének köszönhetően megújul a városban a Szent Háromság szobor. Potápi Árpád János és Soltész Miklós államtitkár ura közbenjárásának eredményeként Magyarország kormánya 20 millió forinttal támogatja a beruházást. A felújítás a héten várhatóan július 12-én kezdődik. A restaurálás célja a jelenleg eredetinek tekinthető felületek konzerválása, megőrzése, a kőanyag általános meggyengülésének korrigálása. Feladat még a korábbi, helytelen kiegészítések eltávolítása, a plasztikai hiányok pótlása, az eredeti felületekhez illeszkedő megmunkálással beilleszkedő módon. A hétvégén 2024. július 12-én és 13-án szervezik meg az Aliszkabau 50. Gemenc Nagydíj nemzetközi kerékpáros versenyt, emiatt több szakaszon teljes szélességében útlezárások lesznek érvényben. A Szekszárdi Béla Király térről rajtolnak a biciklisek, majd az alábbi útszakaszokat érintik. Szekszárdi észak irányában haladva 6-os és 56-os főút körforgalmi csomópont, 6-os, 65-ös körforgalmi csomópont, 65-ös főút, Harc, Medina Szőlőhegy, Medina Szedres, János Major Kölesd. A befutóhoz visszatérnek majd a startvonalra, így a cél is a Béla tér lesz. A Magyar Kajakkenu Szövetség és a Paksi Atomerőmű Sport Egyesület közös szervezésében július 11-e és 13-a között zajlik a Vidék Bajnokság Vaddomboriban. A vízisportos megmérettetésre az ország minden tájáról érkeztek versenyzők, közel 1500-an. Kajakkenusok küzdenek egymással Vaddombori vízén. Csütörtöktől szombatig rendezik itt a vidékbajnokságot. A vidékbajnokság válogat az országos bajnokságra, és évek óta Vaddomboriban rendezzük. Itt ugye a Pest megyei egyesületeken kívül az összes vidék egyesület megjelenik, összesen 1400 körüli versenyzői létszám van itt a három nap alatt. Csütörtöktől szombatig tartanak a versenyek, az első nap az 500 méterek kerülnek lebonyolításra, előfutam és középfutam döntő, pénteken az 1000 méterek, és szombaton jönnek a legkisebbek a 2000 méterekkel. A csütörtöki napon rendkívüli hőség mellett szálltak vízre a kajakkenusok szélcsendes idő mellett. Ami abból a szempontból jó, hogy tök jó a víz, csak ebben a 40 fokban nulla szélmozgással kicsit nehezebb a versenyzőknek a helyzete, de szépen küzdenek vele, isznak, hűtik magukat, illetve nagy részben sapkában versenyeznek. A versenyzők a vidékbajnokságról mennek tovább az országos bajnokságra. A Paksi Atomerőmű Sportegyesület 65-70 fővel érkezett Domboriba. Igazából most itt a vidékbajnokság, amelyik a domboris versenyek egy ilyen általában ilyen harmadik-ötödik helyezéseket értem el eddig. OB-n a legjobb az eddig a C4, 1000 méteren másodikak lettünk, az eddig legjobb eredményem. A kajakkenusok egyesben, párosban és négyesben indulnak. Abszolút erős a vidék,
ugye itt kajak és kenu szakákban is versenyeznek a sportolók, azért nem mondhatni, hogy verseny eredményességben egyértelműen Budapest központúság lenne. Természetesen nagy egyesületeink, nagy budapesti egyesületeink nagyon erősek, de nagyon sok olyan vidéki egyesület van, aki termeli folyamatosan a válogatottakat, úgyhogy azért egy jellemzően majd egy magyar bajnoki döntőben nem budapesti vagy nem vidéki, hanem vegyesen vannak ott az egyesületek és képviseltetik magukat. A verseny pénteken az 1000 méteres távokkal folytatódik. Helyi rendőrök tudomást szereztek arról, hogy egy faddi férfi a településen gőzölős kristályt árul. A szekszárdi nyomozók az adatgyűjtés során kiderítették, hogy a drogot a 46 éves családfő nem egyedül, hanem 40 éves élettársával értékesíti már hosszabb ideje. Július 9-én kora reggel kopogtattak a házuknál, ahonnan mindkettőjüket előállították mintavételre. Az otthonukban tartott kutatás során új pszichoaktív anyagot, zöldnövényi törömeléket és csomagoláshoz használatos eszközöket foglalt le hatóság. A párt őrizetbe vették. Kiváló gyakorlati oktatóképzőhely címet nyert el a Tolna vármegyei Balassa János Kórház klinikai kórházi gyógyszertár szakmai gyakorlat kategóriában. A Pécsi Tudomány Egyetem Gyógyszerész Tudományi Kar minden évben elismeri a legmagasabb szakmai színvonalú gyakorlati képzőhelyeket az országban, és idén ezt a rangos címet adományozta a szekszárdi intézménynek. A Pécsi Tudomány Egyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara, a Ferling PR, a Magyar Public Relations Szövetség és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával kétnapos nemzetközi konferenciát szervez, Public Relations, vagy 1 millió darabos puzzle címmel. Az esemény célja, hogy oktatók, egyetemi hallgatók, valamint vállalati és ügynökségi szakemberek együtt vitassák meg a szakma aktuális kihívásait és jövőbeli kilátásait. A nagyszabású rendezvénynek a Szekszárdi Campus ad otthont 2024. október 17-én és 18-án. Az Aliszka Bau Gemenc nagydíj elérkezett 50. jubileumához. Tolna vármegye idilli helyszínein áthaladva kell majd különböző kihívásokkal szembenézniük az elkötelezett versenyzőknek. Július 12-én és 13-án ülnek kerékpárra a nevezők, és próbálják majd a lehető leggyorsabban teljesíteni a távokat. Három fő része lesz a versenynek. Péntek délután 3-kor egy ceremóniával nyitják meg a hétvégét. Ezt követően az első futam még aznap elkezdődik, a Sajó Péter emlékverseny. Szombaton még 2 megmérettetésen tisztelegnek olyan sportolók előtt, akik már nem lehetnek velünk, a Halász Zoltán és Pálinkás Csaba emlékversenyeken. Emellett gyerekfutamok, tehát a szombati nap délelőttjén kerülnek megrendezésre a gyerekfutamok, a délutáni órákban amatőrfutam, tehát elég széles skáláját próbáljuk a korosztályoknak fölvonultatni, és megmutatni, hogy kimi képes. Kapcsolódó programként a péntek este egy zenekar fog föllépni. A megmérettetés útvonala hasonló lesz, mint az előző években. Van egy északi 150 km körüli szakasz, meg van ez a péntek délutáni, a szombati délben induló verseny, az pedig ugye Szálka felé lesz majd a déli ága, szintén ilyen 150 kilométeres futam. Tekintettel a nagy melegre igyekeznek a szervezők biztosítani azokat a feltételeket, amivel könnyebben át lehet majd vészelni a forróságot. Fönn a téren az itallal való kiszolgálás az megtörténjen, tehát mind a versenyzőknek, mind a kilátogató vendégeknek legyen lehetősége az italt fogyasztani. Próbálunk egy-két sátorral készülni, de hát ugye a Garai tér ilyen szempontból mondjuk szerencsés, és hogy ez egy árnyékosabb rész, tehát ott a befutóknál azért egy kicsit kellemesebb lesz a program. Ebben az évben a Szekszárdi Sportközpont a Wosinski Mór Múzeummal közösen készült egy összefoglaló kiadvánnyal is, amiben vissza lehet tekinteni az elmúlt 50 évre. A rendkívül igényesen megszerkesztett olvasmány elérhető a rendezőknél. Mutatjuk a régió híreit. Főszezon bővített járatokkal várja a Bahart az utasokat. Halálos tűzesetek, szénmonoxid mérgezés, tűzgyújtási tilalom. Mozgalmas fél évet zártak a baranyai tűzoltók. Azonos szellemiség és értékrend. A találkozás fontosságára hívta fel a figyelmet a Pécsi megyés püspök.
A sikeres előszezont követően július első hétvégéjével elkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Emiatt több útvonalon is sűríti járatait a Balatoni Hajózási ZRT. A főszezonban jóval több hajózási lehetőség várja a tóhoz látogatókat. Továbbra is rendkívül népszerű az utasok körében a kormány több mint 6 milliárd forintos támogatásából megépített, és idén márciusban átadott két-két új katamarán és komp. Emellett 15 kikötőből indul sétahajó, 13-ból naplemente sétahajó, 10-ből gyerek, 9-ből pedig bulihajó. Siófokról Komáromi Kriszta tudósított. Óránként járnak a sétahajók, illetve menetrendi hajók is Siófok, Tihany és Balatonfüred között, és az új katamaránokkal is találkozhatunk ezen az útvonalon. A másik forgalmas út a Fonyód-Badacsony útvonal, ahol szintén közlekedik a katamarán, és a Szántódi Révből 7 órakor indul az első komp, 23 óra 30 perckor pedig az utolsó, Tihanyból pedig 7 óra 15-kor az első, és 23 óra 45 perckor az utolsó. 15 kikötőből indul a főszezonban sétahajó, 13-ból pedig naplemente sétahajó is. 10 kikötőből indul gyermekhajó, 9-ből pedig bulihajó. Jó hír a gyerekeknek, akik Kajla útlevéllel rendelkeznek, hogy a 6-11 éves gyerekek díjmentesen vehetik igénybe a Bahart menetrendszerenti járatait, ha felmutatják Kajla útlevelüket. És természetesen az utasok szép kártyával is fizethetnek a pénztárakban, de ha el akarja kerülni a sorbanállást, akkor természetesen online is meg lehet már vásárolni a jegyeket. Erre a szezonra két újítást is eszközölt a Bahart. Szerdánként innen Siófokról indul egy esti chill hajó, ahol az új katamarán feltélzetén, kellemes háttérzenében és egy koktél kíséretében gyönyörködhetünk az esti Balatonban, míg a cirkusz kavalkád gyerekhajóval a kicsiknek kedvez a társaság. A különleges cirkuszi gyermekprogramokkal Balatonfüred és Fonyódról futnak ki a hajók péntekenként, de természetesen a fiatalokra is gondolnak, hiszen a bulihajók is, ahogy említettem, már 9 kikötőből elindulnak. Minden korosztály megtalálja a kikapcsolódását és a lehetőséget itt a Balatonnál a hajótársaság kötelékében. Két halálos áldozattal járó tűzeset is volt Baranya vármegyében az első fél évben. A szénmonoxid mérgezésre a nyári időszakban is figyelni kell, mondta stábunknak a katasztrófa védelmi szakember. Baranyában is tűzgyújtási tilalom van, ami visszavonásig érvényes. Mozgalmas fél évet zártak a tűzoltók Baranya vármegyében, erről beszélt stábunknak a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Több tűzeset történt, köztük olyanok is, amik halálos áldozatokat követeltek. 2024 első fél évében, tehát július 30-nak még összesen 101 lakóépület gyulladt ki, és 640 négyzetméternyi épített terület égett le. Sajnos a lakástüzekben kettő személy vesztette életét. Mind a kettő eset áprilisban történt, idős személyekről volt szó, akik bejelegezték a füstöt, és az orvosi vélemény alapján füstmérgezésben halálosztak el. Egyik tűzeset érintett helyszínen sem volt sajnos füstérzékelő, amely életet mentetett volna, hiszen hangosan riaszt, hogyha füstöt érzékel, és ugye a lakó észleli, hogyha menekülnie kell az adott lakásból. Egyébként a tűzesetekben 14-en sérültek meg. Az év első 6 hónapjában keletkezett lakástüzek eloltásához összesen 67 órára és 230 tűzoltó járműre volt szükség. 4 otthon vált tűz miatt lakhatatlanná, 6 embernek kellett átmenetileg máshova költöznie. A leggyakrabban elektromos hiba nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, sütés, főzés, avar vagy szemétégetés miatt csaptak fel a lángok. 5 otthonban szándékos gyújtogatás miatt keletkezett tűz. Szénmonoxid mérgezés nem történt az év első felében, de figyelni kell a gyilkos gáz jelenlétére nyáron is, mondja a szakember. A nyilvánvalók működő vízmelegítők is okozhatnak szénmonoxid mérgezést. Pont ilyen vonulás történt Zalavármegyében a héten. Pár elszívó mobil klímára kell figyelni, hogy ezek megváltoztatják az otthonokban a levegőnek az áramlását. Nagyon fontos, hogy megelőzzük ezeket az eseteket. Ablakokban lehet légbevezetőt
szerelni, illetve az is elégséges, hogy gyakran kiszelőztetünk. De a legbiztonságabb megoldást az állandós automatikus légbevezetés jelenti. Illetve a vízmelegítőket, amelyek nyílt lánggal működnek, érdemes évente egyszer átnézetni, ellenőrizni szakemberrel. Tűzgyújtási tilalom van érvényben Baranyában is, mondja Polgár Miklós. Be kell tartani a szabályokat, mert a nagy melegben gyorsan tovább terjedhet a tűz, a szabadban és nehéz megfékezni. Ilyenkor tilos a külterületeken fásításoktól 200 méteres körzeten belül tüzet gyújtani, tehát még kijelölt tűzlökő helyen sem szabad, illetve a hőségben fokozottan figyelni kell arra, hogy ilyenkor a ház területen háztartásoknak szabad udvaron kertésütést végezni, de fokozottan be kell tartani a biztonsági előírásokat, oltóvízzel gondoskodni kell. Bedobjunk el égő cigarettacsikket, nagyon könnyen ezek tüzet okozhatnak, vagy vegetációs tüzek keletkezhetnek, és a hőségnek ezeket elég nehéz ilyenkor eloltani. A tűzgyújtási tilalom további elrendeléséről naponta döntenek a hatóságok szakemberei. Felmérik, hogy indokolt ezt a korlátozást fenntartani, vagy sem. A tilalom a közzétételtől a visszavonásig érvényes. Az aktuális helyzetről a sajtóban, illetve a katasztrófavédők és a Nébik honlapján találhatnak információkat az érdeklődők. 4 napon át azonos szellemiségben és értékrend alapján elmélkedtek, Isten dicsőítették a katolikus fiatalok. Az ország távolabbi pontjairól is érkeztek résztvevők azért, hogy kicseréljék gondolataikat, nézeteiket. Mindezt pedig műhelyfoglalkozások alkalmával tették meg a 42. Mária Gyüdi ifjúsági találkozón. Éppen műhelymunka zajlik, tesztkérdéseket kapnak a fiatalok a Katolikus Caritas csoportnál a Baranyavár megyei Mária Gyüdi egyhelyen. Itt a Mária Gyüdi ifjúsági találkozón, így a Katolikus Caritas, mint a Katolikus Egyháznak a hivatalos segélyszervezete is kint van. Kis műhelyjel veszünk részt ezen az eseményen. Nagyon sok más műhely is működik, dolgozik, de mi ugye az egyház segélyszervezeteként kimondottan a segítő munka, az ehhez kapcsolódó szolgálat, hogyan tudnak a fiatalok akár részt venni a segélyszervezetünknek az életébe, hogyan tudnak kapcsolódni hozzánk. Ezzel kapcsolatban hoztunk egy kis kvízt, amit kitöltenek a fiatalok, átbeszéljük velük ilyen érdekes kérdésekkel, de ezen keresztül megismerik így a segélyszervezetünknek a működését, és majd bízunk benne, hogy minél közelebb tudnak kerülni ez a fajta segítő szolgálathoz. Már egy éve elkezdték szervezni a találkozót Kovács József ifjúsági referens atya közreműködésével. Elmondta, hogy a programokat a Ferenc pápa által meghirdetett szentévhez és az idei imádság évéhez kapcsolódóan szervezték meg. Ez is a címe a találkozónak, hogy meghallgatlak. Ebben tényleg így az egymással való kommunikáció, az Istennel való imádság, annak a módjai kerülnek itt kibontásra, valamint a Szentírásból is vettünk egy idézetet, Uram, taníts minket imádkozni. A keresztény embernek ez egy alapvető dolga, hogy imádkozzon, és hogy kérje a jó Istent, hogy meglegyen az égiekkel a kommunikációnk, és nem az Istennek van szüksége a mi imádságunkra, hanem az imádság által ez egy önfejlesztés is, és egyben tényleg az Istennel való kapcsolatunk elmélyítése, amely által mi gazdagodunk. Az ember életének legfontosabb erőt adó valósága a személyes találkozás családban, baráti körben, közösségben. Az életminőségünk azon múlik, úgy épül fel, mennyit, kikkel, milyen minőségben találkozunk, mondta Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke a találkozó helyszínén. Ha a kereszténységet nézzük, akkor a kereszténység pedig teljesen erre épül, első perctől kezdve, hogy összejöttek, együtt voltak, találkoztak, figyeltek egymásra, segítették egymást. Az a krisztusi üzenet, az a krisztusi gazdagság, amit ő 3 éven keresztül az apostolokkal felépített. Találkozott emberekkel, kiválasztott embereket, meghívott embereket, hogy utána ők is vigyék tovább ezeket a találkozásokat. Hát ezek a fiatalok most, nagyon boldog vagyok, hogy itt vannak, különböző szinteken beszélgetnek, de a lényeg az, hogy együtt vannak, hogy találkoznak, beszélgetnek, és én arra fogom biztatni őket, hogy otthon nagyon komolyan legyenek ők részesei
a helyi találkozásoknak. Vasárnap szentmisével zárult a találkozó, majd a csoportok hazautaztak. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Felújítás és bővítés. Modern ellátó központ épül Bátaszéken. Jégkármentesítő rendszer. Tolna vármegyében 37 generátor működik. Vidékbajnokság. Kajakkenu verseny Faddomboriban. Kemenc 50. Programajánló. Pénteken is országszerte perzselő napsütéssel kell számolnunk. Délkeleten a 40 fokot is többfelé elérheti a maximum hőmérséklet. Többségében csapadékmentesen telik majd a nap. Éjjel előfordulhatnak szorványosan, kis körzeteket érintően heves záporok. Alig frissül fel a levegő. Jellemzően 22-25 fok ígérkezik a leghűvösebbnek a hajnali időszakban is. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!